Sziasztok! Ebben a videóban elmondom nektek, hogy mi az egyik legveszélyesebb dolog a hálózatépítésben. Tudjátok, az a sok agymosott MLMS, köztük én is, mikor be akarja palizni az embereket, be akarja rángatni az üzletbe, akkor olyan dolgokat mond erről az üzletről, hogy ez nagyon jó, mert lehet otthonról csinálni, ezzel milliókat lehet keresni, nincsen főnököd, és ez mind igaz egyébként, de most ezt megcáfolandó, hogy milliókat lehet vele keresni, én mégis egy 1000 forintos mackó felsőben vagyok itthon, csak azért, hogy jobban üssön a videó. És lehet otthonról csinálni, látjátok, hogy itt vagyok, éppen megy a mosógép, itt van egy vagon ilyen szárító kirakva, itthon fogok asszonykodni, közben lehet üzletet építeni, ugye nagyon kényelmes, mert itthonról lehet csinálni az interneten, és nincs az embernek főnöke. Na és ez az, ami szerintem baromi veszélyes, mert én magamon észrevettem az utóbbi időben, hogy de erről már csináltam is videót, úgyhogy sajnos én most ilyen, szeret, hogy ilyen leszálló ágban vagyok. Elég kevés aktivitást fejtek ki a DXN Gadoderma kávés üzletben, és ennek az egyik oka az is valószínű, hogy nincsen főnököm benne. És ugye mivel nincs az ember, ugye a főnök az azért van, azért tartják, hogy az embert így noszogassa, hogy elígyél, csináljad, menjél, dolgozzál, mert különben kirúglak, mit tudom én, meg nem kapsz fizetést, meg ilyenek. És ebben az üzletben nincsen főnök, szerencsére. De nincs is, aki noszogasson. Na most, hogyha az ember hajlamos arra, hogy eltunyuljon, és most én észrevettem magamon, elég furcsa, mert egyébként nem vagyok lusta. Tehát ezt tudom a sportban is, de most pont a sport az oka ennek, hogy ellustultam az üzletben. Hogyha az ember hajlamos arra, hogy ellustuljon, akkor bizony ez egy nagyon veszélyes üzlet, ez a network marketing, és hallottam olyanról is, aki kifejezetten megkérte a szponzorát, tehát nem a főnöke van az embernek, hanem szponzora, hogy bizony néha kezdjen el úgy főnökösködni egy kicsikét, és úgy kérje már számon, noszogassa, néha-néha hívogassa már, hogy csinálja az üzletet, vagy valami, mert ő mondta, hogy neki erre szüksége van, és mivel ő kérte, ezért gondolom a szponzor ezt meg is tette neki. Most én nem kértem meg erre a szponzoromat, és ő nem is szokott engem hívogatni, hogy na Gerbi, ma mennyi videót töltöttél föl, vagy mennyi embert hívtál föl, azt egyáltalán nem szoktam egyébként. És Gergő meg szépen éli a világát, ezt több embernek is mondtam, hogy én most baromi jól érzem magam, hiába közalkalmazotti állásban dolgozok, de ugye ennek a kertesháznak is köszönhető az, hogy a kutyáimmal szabad életet élünk, és így rengeteg idő maradt arra, amire hát panelkutyásként annyira nem volt időm, és így rengeteget sportolok. És azt vettem észre magamon, hogy hazajöttem most is biciklizésből, ugye most elkezdtem mosni, aztán utána megéhezik az ember, eszik, mert ugye úgy jó, úgy tud az ember például fogyni, hogy eszik edzés után, mert akkor égeti a zsírt. Na mindegy, most nem menjünk bele. Tehát általában az, hogy hazajövök biciklizésből, általában meg van főzve, ugye ha nincs, hogy gyorsan főzök valamit, megeszem, közben nézek mondjuk Rémrendes Családot, és így baromi jól el tud tenni az idő, aztán egyszer csak észrevettem, hogy hopp, ma se csináltam semmit a DXN-nel. És ez annyira furdalt, hogy már azt most így köszíré kell tennem a világhálón, hogy én bizony ellustultam ebben az üzletben, lehet, hogy azért is, mert nincsen főnököm. Persze az ember ugye nem szereti azt, hogyha a főnöke, felettese ugye így cseszteti, vagy noszogatja, még akkor is, ha jogos, bár én akkor nem szoktam semmit szólni, hogyha jogos, de úgy általában nem jó érzés. És sokan ezért is csinálják ezt az üzletet, többek között én is bizonyos szempontokból, hogy ugye munka után már az embernek ne legyen már egy második főnöke, pont elég a munkahelyén, akármilyen rendes is az, aki felette van, vagy nem is noszogatja, hogyha nincs rá szükség, és még egy főnöke ne legyen valakinek. Ugye ezért is csináljuk a network marketing üzletet egyéb előnyök mellett, de itt nincs. Na, szóval én ellustultam, úgyhogy ez a baromi nagy veszélye van, de annyit azért teszek mindig, hogy már fejben elkezdem forgatni a videókat, tehát ez mondjuk egy elég friss ötlet, hogy én ezt most megcsinálom, mert lesz egy következő, ami majd arról fog szólni, hogy miért nem szeretem a Facebook Marketplace-t, meg a direkt értékesítést, valami párhuzamot fogok köztük vonni, meg egy kicsit szembeállítom, meg ezt fogom majd boncolgatni. Tehát ezen a videón, amit az előbb említettem, ez a Marketplace, meg a direkt értékesítés, ez már hamarabb elkezdett így a fejemben körvonalazódni, mint ez a videó, de ahhoz, hogy megvalósítsam, legalább fölvegyem, mert utána még baromi sok munka van vele, hát ez bizony így csúszott. Mert ugye most egy kicsikét így nyugtatom is magam, hogy most így szétnéztek, gyönyörű szép idő van itt októberben. Igaz, hogy a hegyen ott azért hideg van, meg lefele föl kell öltözni, sőt Bánkúton meg Jávorkút környékén hó is volt, de mondom, hogy hát
hogyha bejön a nagyon rossz idő, akkor nem fogok biciklizni menni, úgyhogy most egy kicsikét ugye azt mondom magamnak, hogy engedtem egy kis megérutat, minek hívják ezt. Tehát hagytam magamnak egy kis időt arra, hogy amíg jó idő van, addig biciklizek. Persze, hogyha ilyen jó idő marad, akkor minden nap fogok ugyanúgy biciklizni, de mivel már ezt a videót megcsináltam, és jól elszégyeltem magam, hogy ellustultam itt a hálózatépítésben, ezért kicsit jobban oda fogok rá figyelni. Mindig van kifogás az embernek, hogy mit miért ne csinálják, hát nekem is meg vannak a kis kifogásaim, viszont ugye ezt mondják, hogy ezek a kifogások majd mindig szépen oda kerülnek, hogy aha, na miért is nem ebből az üzletből érek már, miért kell még mindig dolgozni járnom, miért is nem keresek már sokkal több pénzt, mint a munkahelyemen, miért is nincs még tengernyi szabad időm, és akkor ezeket a kifogásokat, igen, ezért, mert inkább biciklisztél, vagy biciklizés után nem lehet, most is mondtam magamnak, hogy hoppá, most kell ezt a videót megcsinálni, mert hogyha leülök kajálni, meg filmet nézni közben, az valahogy így elhúzódik. Persze tudom magam kontrollálni, de most valahogy így elveszettem a kontrollt, úgy érzem, és a Duolingót azt rengeteget nyomom minden nap például, de most ez a helyzet, oké? Tehát ezért egy nagyon veszélyes üzlet, mert az embernek nincs főnöke, és akinek szüksége van rá, akkor tud csak dolgozni, hogyha elvárják tőle, és felszólítják rá, kifejezetten megfenyegetik, akkor az annak az embernek nem nagyon jó üzleti modell ez a hálózatépítés. Az esetleg, mondjuk, ha én leszek a szponzor, akkor megkérhet rá, hogy főnökösködjek fölötte. Én nem tudok, nem szeretek ilyet csinálni, de ha valaki kifejezetten meg fog rá kérni, akkor néha majd rádobok egy-egy üzenetet, hogy na, dolgoztál már ma valamit, úgyhogy, vagy mennyi kávét adtál már, stb. Úgyhogy nagyon röviden, most nem is sikerült ez olyan hosszúra ez a videó, úgy ennyi. Ezzel a videóval ugye még rengeteg munka lesz, mire fölkerül, de legalább már megcsináltam. Úgyhogy ennyi ezt az üzletet csinálni kell. Tehát attól, hogy nincsen főnöke az embernek, ha valamit el akar vele, most kicsit komolyra fordítjuk a szót, akkor bizony csinálni kell, mert másképp nem fog működni. Tehát attól, hogy nincs főnöke az embernek, az tök jó, de hogyha nem csinálom, tehát a saját üzletem, nem a szponzorom, én nem a cégnek az üzletét építem, nem a DX-en üzletét építem, a saját üzletemet építem, vagy nem építem, hogyha lusta vagyok. Tehát mindenképpen csinálni kell, hogyha el akarok vele valamit érni, már pedig el akarok. Annak ellenére, hogy mostanában nagyon bejönnek a dolgaim, és tényleg baromi jól érzem magam a bőrömben, ezt nem is tudom elhinni, hogy talán életem legjobb formájában vagyok egy biciklizés szempontjából, lehet, hogy 10 éves koromban nem bicikliztem ennyit naponta, nem mondtisztem ennyit, mint mostanában, úgyhogy ez a fajta életöröm, meg ez a nagyon nagy happység egy kicsikét az üzletemre úgy kihatással van, bár néha azt is észreveszem, hogy mikor szinte semmit nem csinálok, akkor jönnek a regisztrálók, nem is tudom, hogy hova találnak, lehet, hogy ilyen videók alapján találnak, meg nem tudom, úgyhogy ez a jó egyébként, hogy azért már rengeteget dolgoztam vele az évek során, rengeteg videóm van fönt, blogbejegyzésem, képek, mit tudom én, minden, amit így online csinálok, úgyhogy azok a dolgok, azok szépen úgy dolgoznak helyettem az interneten, tehát rám keresnek, megtalálják, aztán vagy tovább lapoznak, vagy olvasgatják, már arra nem tudok hatással lenni, úgyhogy azért vannak dolgaim, de én úgy vagyok vele, hogy ameddig el nem érem azt, amit kitűztem magamnak, addig mindenképpen nyomatni kell. Meg utána is, mert egyébként mondják, hogy igazából ezt az ember már szeretetből csinálja, mert nem is munkaszinte, tehát jó az, amikor az embernek a munkája, a hobbija. Van az a gyűrűkúrás víz, de ezt most nem fogom tudni elmondani, mert nem tudok viccet mesélni. Na, úgyhogy ne legyetek lusták, és azért sportolni is kell, jó? Nem csak ezt a hülye emelendüzletet építeni. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!